Rövidesen láthatják és tapasztalhatják, hogy azok a bejelentések, amelyek az elmúlt időszakban elhangzottak, azok valósággá kezdenek válni. Láthatta mindenki, akinek volt ideje elolvasni, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési beruházások hatalmas listája került megerősítésre. Gőzerővel folyik a munka, és remélem, hogy ebben a hónapban, augusztus végéig egy komoly, legalább 400 milliárdos csomagot tudunk kiküldeni és kiadni, magyarul megkezdeni magát a végrehajtását a beruházásainak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, egy balesetveszélyes csomóponttal kevesebb van Magyarországon. Nagyon bízom benne, hogy az a 22, amelyet a magyar közút épít meg a következő időszakban, illetve a továbbiak, amelyek most soron következnek, szintén szolgálni fogják az elképzeléseinket. Az már látható az átadási ünnepség alatt, hogy a forgalmi adatok indokolták ennek a veszélyes Pest megyében legveszélyesebb csomópontnak az átépítését, hiszen naponta mintegy 10 000 jármű használta ezt a kereszteződést, most már körforgalomként biztonságosabban tehetik ugyanezt. A műszaki adatokról államtitkár úr elmondta, hogy 3 buszoből épül, 2 gyalogos átjáró, 25 méteres külső sugarú körforgalomról van szó, amelynek ugye a közvilágítása is megújult a beruházás keretében. Ez a beruházás, amelyről azért érdemes azt hiszem elmondani, hogy egy igen hányatott sorsú, hosszan elnyúló, többször nekiinduló, majd elhaló történet, és ennek a történetnek ez a mai nap adja meg a végpontját, egy ilyen szerencsés végkifejletét. Maga a történet több mint 15 éves. Bármennyire hihetetlen is, nagyon-nagyon elhúzódott. Az első polgári kormány alatt 2000 környékén, amikor a térség országgyűlési képviselőjeként Tóth Gábor fölvetette a Galgamentiek óhaja alapján ennek a csomópontnak az átépítését, mint szükségszerűséget, meghallgatásra talált, és 2001-ben már elkészültek ennek a csomópontnak a tervei. Azonban utána következett egy 8 éves interregnum, egy 8 éves szünet, semmi nem történt. 2010 után vetettük fel akkor már közösen Gáborral ismét, hogy hát ez egy nagyon-nagyon fontos beruházás lenne. Meghallgatásra találtunk, és 2013-ban prioritási listára került a beruházás, majd 2014-ben a kormány a forrást is biztosította hozzá, megkezdődhetett a tervek aktualizálása, megkezdődhetett újra az engedélyeztetés, és szinte napra pontosan 5 hónappal ezelőtt, március 9-én álltunk itt az akkor még, hát csak a képzeletünkben létező csomópont túloldalán, és 5 hónap alatt, 5 hónap és 1 nap alatt lám, milyen csoda történt itt. Szeretném én is államtitkár úrhoz hasonlóan bejelenteni a sajtóképviselői előtt, akik majd tudósítják a galgamentieket és mindenkit, akit érint, hogy a Galga völgye, a Galgamente megújult szép kapuja a mai naptól kezdve hivatalosan is él, amit a szalagátvágással fogunk majd kiemelni. Egy darabot. Köszönöm szépen. És Dániel. Ez az. Így.